Bor és Irodalom címmel új gasztrokulturális programsorozatot indít a Morizsimon Színház. Az irodalmi gasztronómiai találkozók első állomásán Lator László -díjas költővel beszélget Vejszer Alinda televíziós személyiség. A Muridjumon Színház a 2015-16-os évadban 12 új előadással készült, de a premierek mellett különleges programoknak is helyet ad, ezekkel is színesíti kulturális küldetését. Slanger András Direktor a vendégem. Jó estét kívánok! Jó kívánok a nézőknek is, és önnek is! Az, hogy ezt a rendhagyó programot megkérdeti a Színház, ez egyúttal azt is jelenti, hogy egy kicsit próbálja újra gondolni a Színház szerepét egy város, egy megye kulturális életében? Pontosan a pályázatomban is már leírtam, hogy a színháznak, ennek a városnak, a régiónak a szellemi középpontjává kell válni. Tehát nem csak az legyen ott, hogy este el lehet menni, felmegy a függöny és előadásokat látok, vicceseket vagy szomorúakat, hanem azt szeretném, hogy valahogy a város szellemi életében jobban bekapcsolódna, és állandóan keresem azokat a pontokat, hogy ezt hogyan lehetne bővíteni. Ennek lesz újabb állomása ez a bor és irodalom ami ilyen nagyon hivatalosan hangzik, hogy gasztrokulturális rendezvény Én a Lator Lászlót szerencsém van személyesen is jól ismerni, ilyen atyai jó barátom. Csodálatos, fantasztikus ember. Egy európai műveltségű, kulturális hagyományokat ismerő, nagy tudású, kedves, sármos, idős úr, aki a leül beszélni, megáll a levegő, Fiatal bölcsészlányok fűltökben lógnak rajta, hogyha megjelenik valahol. Ugye ő tanítja a, a bölcsészkaron ma is a vers elemzést és a vers tehát egy csodálatos ember. <coughs> és Weiser Alindát csak kell bemutatni, azt hiszem, hogy talán az egyik legfelkészültebb magyar kulturális újságíró. Széles látok körül, jó humorú kultúrá, tehát ezt nem úgy kell felfogni, mint egy színházi esemény, hanem azt, hogy de jó, hogy ilyen okos helyes emberekkel együtt lehet lenni, és még csak jó se kell viselkedni, hiszen van borkóstoló, hát azt szeretném, ha ez nem egy színházi esemény lenne, hanem mint hogyha mi leülnénk egy pohár borra valahol este, és beszélgetnénk mindenféléről. Nagyon fontosnak tartanám, hogy a város szellemi életi ilyen módon beépüljön a színház, hogy ne csak akkor mondjuk, ha jegyünk van, hanem nézzünk oda, ott mindig történnek jó pofa dolgok. Ez akár jó visszacsatolás lehet a, a, színház számára azzal kapcsolatban, amit csinál, hiszen az elsődleges feladata csak az előadások, amiből van bőven, és hagyd mondjam azt, hogy parádésan indította az új évadot a színház, amit én eddig láttam, nekem ez nagyon tetszett. Köszönöm szépen, nagyon jól esik. Ez is volt a cél, tehát azt gondolom, hogy valami fajta emberi, baráti viszonyt kell kölakítani a városnak és a színháznak, tehát ne egy hivatalos program legyen, hanem ez mindenkinek szívügye legyen. Igyekszünk úgy darabokat választani mindig, hogy legyen az akár szórakozható, hogy zenés, igen, járnak önök is színházba, ugye családostól, hogy olyan emberi történeteket lássanak, amit érdemes leülni beszélgetni világról, életről, önmagunkról elnézést, És talán azt gondolom, hogy ez a boris irodalom arra, hogy még színház se kell, csak üljünk le és beszélgessünk. A, a, színház van ezek után, a... a színház után viszont kifejezetten hiányérzete is van az embernek, amikor gondolatok ébrednek, hiszen az egyik feladata a színháznak, amellett, hogy szórakoztat, hogy hogy értéket közvetítsen, hogy gondolatokat ébreszten. De ezekkel a gondolatokkal jó lenne valamit kezdeni az előadások Igen, erre, után. Igen, erre is van tervünk, hogy az előadások után olyan beszélgetések szülessenek az előadások után, hogy aki ott, ott maradna még, és eszébe jut valami az előadásról, a színészekről, a történetről, lehessen beszélgetni. Mint hogy ez a bor és irodalom se fog véget érni az utolsó mondattal, hanem ott lesznek az ifjabb szepsi borai, tehát ez a, a Szent Tamás Gyűlésbor házborai. És amikor vége van a programnak, ott vagyunk a művésztúrióban, lehet bort vásárolni még, ott lehet maradni, és még tovább beszélgetni, kérdezni Lator Lászlót, tehát én azt szeretném, hogy ez havonta, másfél havonta lenne egy ilyen alkalom, és nyilván akkor esett szó a színházról, az előadásról, erről, mindenféléről. Ez tehát december 17-én este 6 órától 18 lesz. Pontosan hol? Ez a művész stúdióban van, ami ha valaki nem járt még arra, akkor ez a színészház alatti játszóhelyünk. Száz férőhelyes, mi, mint a poharaknak is el kell férni, tehát én azt gondolom, hogy egy 80 ember fog erre eljönni, remélem, hogy többen akarnak majd. Előtte viszont lesz még egy rendhagyó bemutató a színházban, erről ha. is ejtsünk pár szót. Ez a Taurin Trauma, vagy Taurin Forradalom című darab, ami mi ugye már nem tagadjuk, hogy szoktunk beszélgetni adáson kívül is. Engem mindig akkor izgat a színház a legjobban, amikor ahhoz a világhoz konkrétan szól hozzá, amiben születik. És akkor ugye a jó színház Shakespeare-t, Molière, Csehovot felhasználja, Agatha christie vagy Molnár Ferencet, hogy valami érvényeset mondjon a világról. De a legérdekesebb mégiscsak az, hogyha valami kortárs születik. Ennek a taurin traumának az a története, hogy a belügyminisztérium bűnmegelőzési tanács, ez így nagyon hivatalosan az de ezért nagyon jó, kiírt egy pályázatot gimnazista korú gyerekeknek, hogy az őket izgató problémákról akár drog, alkohol, család, szerelem, amiket aktuálisan feszély, feszíti, írjanak dalokat, történeteket, darabokat. És aztán ebből összeálltott egy csomagot a minisztérium, és megkérdezte a színházakat, hogy kinek van ezzel kezde, kedve kezdeni valamit. És én nagyon boldog vagyok, hogy ezt megnyertük, ezt Tamás Attilával, a zeneiskola igazgatójával, és megkaptuk azt a lehetőséget, pénzt is egyébként, ami szintén nem mindegy, hogy egy olyan kortárs előadást csináltunk meg, csináljunk meg, aminek minden eleme kortás. Tehát az alap darab írói 16-18 éves gyerekek, vagy kisfelnőttek. A zenét ők írták, a dalszövegeket. Játszanak is ilyen korúak, tehát a művészeti szakközépből táncosok vannak benne. És nekünk az volt, az lenne a feladatunk, hogy az ő saját történeteiket színházá formáljuk, és úgy adjuk vissza nekik, hogy az is eljöjjön, vagy kedvét lejje benne, amúgy nem biztos, hogy egy Shakespeare, tehát az távolabb már tőlük, ez a fajta klasszikus színház, de szerintem ez zsigerekik hatóan aktuális lenne. És az is különleges, hogy aki ezt az egész mozaikot egy egységes képé fogja majd a színpadon megjeleníteni, ő Nyíregyházán játszott sokáig. Igen, Old Tamás a darab írója, rendezője, jó barátom, és én, én játszottam darabjában, amit ő írt és rendezett, és én játszottam, és különösen jó érzéke van ahhoz, hogy megtalálja a hangot, ezt a, a, mai fiatalok hogyan gondolnak, miről beszélnek. Tehát azt gondolom, hogy aki nem szokott színházba járni, annak azért lesz érdekes, mert egészen más, mint ami, de egy világában van rap, van punk, van drum and bass, tehát azokkal, amiket az gyerekek most a Youtube-on hallgatnak, azt fogják visszahallani, és azokat a történeteket. Tehát aki nem szokott színházba járni, annak azért lesz érdekes, mert végre a saját közegébe találhatja magát, aki meg szokott, annak meg azért nagyon érdekes, hogy ebből a furcsa vagy távolabbi anyagból hogyan csinálunk mégiscsak színházat mindenki számára. Nagyon rövid időnk van hátra, de, Bocsánat, de, jön a, de jön az év vége, és ezzel kapcsolatosan két gondolat. Az egyik a karácsonyi ajándék akciójuk, illetve hát egy előszilveszter, amiről szintén érdemes szó néhány szóban. Köszönöm. Hát a karácsonyra két akció is van. Egyik szokásosan van egy fenyőfa a színházban, ami alá várunk mesekönyveket, akinek van otthon fölösleges, és akkor ezt házi szegényebb sorsú, hátrányos helyzetű gyerekeknek csomagoljuk be, és akkor a, az, az adományozókkal közösen a színház <coughs> mégiscsak könyvet adunk, tehát kultúrát, eb ebben is megköszönjük a közönségnek, a segít bennünket. A másik egy országos kezdeményezés, az összes magyar színház csinálja, hogy valamelyik híres vagy <gül> <gül> ismert színészük, valamelyik híres vagy ismert kellékét árverezésre bocsátják, és az ilyen módon befolyt összeget egy pesti szintén gyerekkórház részére adják. Én most még gondolkodom, hogy ez a mensáros Laci bácsi sétapácája legyen, esetleg a Bárány Fricinek valami kelléke, vagy Horváth László Attila női ruhája. A... <laughs> Mindenesetre a... esetre érdemes lesz akkor figyelni Ilyen. ezt is. És Langer András, nagyon köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és nagyon sok sikert kívánok ez a rengeteg új kezdeményezéshez. Köszönöm a figyelmet, és mindenkit várunk 17-én.